Az első Turi Fullánk Nemzetközi Vízilabda Fesztiválon vagyunk, és mondhatjuk, hogy a kapuban elkaptuk Czene Attilát, és örültünk a megjelenésnek, a lehetőségnek, hogy újból mezőtúron köszönhetjük, és a vízesporttal kapcsolatban. Miért fontos egy utánpótlás vízilabda fesztivál? Nekünk minden fontos, hiszen én most a Magyar Szabadúszó Sportszövetséget képviselem, úgyis, mint társadalmi elnöke ennek a szövetségnek, és mi szerettük volna bemutatni újra, és bebizonyítani mindenkinek, hogy a versenysport, az utánpótlássport és a szabadúszó sport az nem úgy távol áll egymástól, hanem egymásra épül. Ez egy olyan fantasztikus kezdeményezés és rendezvény. Én már voltam ugye többször mezőtúron, akkor még a fedett uszodában, most kint a strandi részen, ahol nyilván a vízilabdások most ebben a melegben örülnek, hogy kint lehetnek és kint sportolhatnak a fiatalok. Mi pedig, ahogy mondtam, szeretnénk azt láttatni mindenkivel, felnőttekkel, családokkal, hogy egy ilyen kezdeményezés mellé oda lehet állni szabadidős sportolóként is, hiszen a családok ott vannak a háttérben, a versenysportoló igazolt versenyzők mögött is, mi pedig itt vagyunk, hogy a családokat és a család többi tagját megmozgassuk. Tulajdonképpen röviden ennyi a lényege ennek az egész kezdeményezésnek, és annak a bizonyos fajta házasságnak és összefogásnak, hogy mi a Szabadidős Sportszövetség részéről itt az utánpótlás versenysportot tudjuk ilyen módon támogatni és színesíteni azt a palettát, hogy több sport, több mozgásformát is ki lehet próbálni, mindamellett, hogy a vízilabda torna egy nagyon élvezetes és klassz dolog itt nyáron végignézni. Igen, valószínű, hogy a nyári időszak egyik kedvelt sportága lehet. Valószínű, hogy emiatt, a kezdeményezés miatt, a fesztivál miatt akár új kis vízilabdázókat is lehet találni. Ez mindig így van, és Kózolira nézve, hogy az előbb nyilatkozott előttem Zoli, és hát mi együtt voltunk kint külföldön, és nemzetközi túrákon is, én azt gondolom, hogy látva azt, hogy én is vittem őt már uszodába, úszók közé, mint vízilabdás olimpiai bajnokot, és nem az a lényeg, hogy milyen sportágból érkezik, és hogy eddig volt versenysportoló az illető, hanem nyilván nem csak az a nimbusz, nem csak az a titulus, és nem csak az a felelősségteljes odadás, amit képvisel, hanem az is, hogy az az üzenet, amit ő tovább tud adni a fiataloknak, és mind a ketten együtt azon dolgozunk, azt gondolom, és többen élsportolók és volt versenyzők, akik részt vettek és részt vehettek a nemzeti válogatott bármilyen színeiben is, bármennyi éven keresztül, hogy átadjuk azt a tudást, azt a bizalmat megmutassuk, azt a motivációt tudjuk közvetíteni, és ezáltal mi is nyilván a mi lelkiismeretünk is jobb, hiszen azt érezzük, hogy tudtunk visszaadni valamit, hiszen így évek után is bebizonyosodik évről évre, bár 22 év telt el például nekem az olimpia óta, hogy mennyit kaptunk akkor is, és azóta is, és most is a sporttól, a sportáktól, az össz magyar nemzeti sportkultúránktól mennyit kaptunk, és szeretnénk részesei lenni ennek, és úgy, hogy most azoknak adunk egy pici, hogy is mondjam, szösszenet gondolatot, ahogy a speaker is mondja, hogy megosszunk a fiatalokkal, amik talán mi sem tudjuk, hogy kit mi fog éppen megfogni, de én emlékszem, hogy fiatal korban, 12 évesen én is nagyon fogékony voltam arra, amikor láttam Darnyi Tamásékat, vagy akár a vízilabdásainkat a dobogó tetején állni, és a himnuszt hallgatjuk. Igen, a vége egy gyönyörű pillanat, de sok-sok munka, tehetség és szorgalom kell, hogy az ember elérje a célját. Egyébként azért az úszás és a vízilabda nem csak a víz miatt kapcsolódik össze. Ez így van. A másik pedig az, hogy mi azért ilyen előadásokon el szoktuk azt mondani, hogy a versenysport ugyan nagyon sok áldozattal és lemondással jár, főleg egy fiatal számára, de amikor fiatal az illető, és éppen benne van, akkor én megmondom őszintén, saját tapasztalatból is mondhatom, hogy ezt kevésbé tapasztaljuk, csak azt a fajta odaadást tapasztaljuk, mind a szülők, mind a pedagógusok, mind az edzők részéről, hogy mennyi energiát tesznek abba bele, hogy mi akkor még abban a korban egyre jobbak legyünk évről évre, és megmondom őszintén, ebből csak pozitívat lehet kivenni, független attól, hogy ki milyen eredményt ér el évről évre, akár nemzetközi, akár hazai szinten, és az élsport mellett igenis nagyon sokkal jobban be tudja
egy ifjú gyermek osztani az idejét, hogyha a tanulásra gondolunk, tehát a szülőknek üzenem, hogy ettől nem kell félni, sőt, biztatom őket, hogy igenis az az illető, aki az iskola után nem a sporttal foglalkozik, hanem minden mással, a sokkal kevésbé fogja tudni jól beosztani az idejét, és sokkal kevesebbet fog tölteni tanulással, és az iskolai dolgokkal iskolán kívül, míg aki sportol, rá van kényszerítve arra, hogy sokkal kevesebb szabad ideje marad. Ez ugye az áldozat és a lemondás része, amiről már beszéltünk. Ugyanakkor ezáltal sokkal hatékonyabban tudja nem csak az edzés munkát, hanem az iskolai munkát is beosztani. Tehát ez egy összetett dolog, de mindenképpen elmondhatjuk, hogy csapatmunka, hiszen a szülőkkel, a tanárokkal, a pedagógusokkal, az edzőkkel és a vízilabdánál a csapattársakkal is kell együtt dolgozni. Mi a vélemény a fesztiválról, a fesztivál programról? Eddig, amit láttam belőle, az fantasztikus. Nyilván maga a kezdeményezés is, erről már beszéltünk, és azt gondolom, hogy mi örülünk mindig különböző településekre. Azt el kell mondani, hogy mi a következő 3 évben 850 településre fogunk eljutni. Ez nem egy kis szám. Ebben vannak nyilván olyan települések, amik 470 a lakosságszám, a lélekszám. Nyilván Mezőtúr kiemelkedik ebben a körben, és nekünk is kiemelt szerepet jelent, hogy Mezőtúrra eljöhettünk, és nem csak maga a város, és maga a lakosságszám, és maga az a fajta lelkület, amit itt mindig is tapasztaltam a sporttal, az élsporttal, a szabadidősporttal kapcsolatban, legyen az akár egyházi vagy világi intézmény, aki egyébként ebben a városban ezt képviseli. És a nyári időszakban ezt látjuk, most ezt élvezzük minden pillanatát, azt látom, hogy belefér egy olyan fesztivál is, ami eleve több napra tud tervezni, és minden nap tud olyan személyiségeket, személyeket, akár kultúra, akár sport, akár egyéb területre gondolok, nyilván oktatás nevelés is ebben magában foglaltatik, és hát nem beszélve arról, hogy mi szabadidősport szövetségként azért valahogy a népegészségügyi vonalat is behozzuk ebbe a körbe, hiszen láthatjuk azt, hogy nem csak azok kell, hogy sportoljanak, akik most vízben vannak, és szerencsések, és nincs melegük itt kint a parton, hanem azok is, akik elkísérjük őket, mindannyiuknak szüksége van a fizikai aktivitásra, a mindennapos vagy rendszeres heti fizikai testedzésre, és mi erre buzdítunk mindenkit, ennek a fontosságára hívjuk fel a figyelmet minden alkalommal. Köszönjük szépen, hogy eljött, és néhány szóban az előadói sátorban fogadja a vendégeket, a gyerekeket, az edzőket, és hogy átadja azt a tudást, amihez persze akár hetek, hónapok kellenének, de most ezen a kis fesztiválon mégis megteszi a Mezőtúra érkező vízilabdásoknak is. Köszönöm még egyszer a meghívást, úgyhogy örülök, hogy itt lehetek.